Szerintem egy közönségszórakoztató jó találkozót játszottunk. Én is úgy gondolom, hogy az első fél időben vezettünk, meg domináltunk. Második fél időre mi játékunk visszaesett, a hazaiaké feljavult. Aztán két hibából kaptunk gyorsan két gólt, megfordították a találkozót. Kinyíltunk, és utána voltak helyzetek egyik oldalon, a másik oldalon is, aztán a harmadikat, amivel le is zárt a Csíkszered a találkozót. Ők szerezték meg, úgyhogy gratulálok neki, de szerintem mindenki, aki kijött, az egy nagyon jó mérkőzés láthatott ennek a pályának, ennek a gyönyörű pályának a megnyitóján valójában. Még tulajdonképpen az első napon járunk, még egy mérkőzés hátra van pénteken a Dunaszerdahely ellen. Hogy látja, hogyan fognak készülni, tulajdonképpen még bármi lehetséges? Így igaz, abszolút, tehát a végsőkig küzdeni fogunk, akár ha meg tudjuk szerezni az első helyet, akkor megpróbáljuk megszerezni nyilván. Ez a torna nekünk egyébként nagyon jó, meg minden csapatnak a felkészülési időszakban. Hát ki tudunk próbálni új dolgokat, ugye be tudjuk játszatni a csapatot egy nagyon komoly nemzetközi mezőnybe, úgyhogy mindenképpen hasznos, úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést is fel tudjuk majd használni olyan dolgokra, hogy tanuljunk belőle, aztán Dunaszerdahely ellen pedig megpróbálunk fordított eredménnyel zárni, mint ma.